hajdanán komoly funkciót töltött be ez a szebb napokat is megélt tiszalöki ház. Könnyű ráismerni, a korabeli fotón látszik, hogy nézett ki az 1885 és 1970 közötti járásbíróságként működő épület. A város 13 település székhelye volt ebben az időben, amely rangos funkciót adott tiszalöknek. Egy tartást ad, és feladatot. Tehát ez egy felelősség. És most, ahogy az ünnep kis köszöntőmben is mondtam, ha nem is ilyen funkciót, de szeretnénk, hogyha ez az épület egység itt mögöttünk újra megtalálná azt, hogy szolgál bennünket, szolgálja az időseket, mert hiszen ilyen céllal próbálunk megoldást találni önkormányzat és egyházi közreműködéssel. Úgyhogy gyakorlatilag az utóbbi 136 évről beszélünk. A járásbíróság bezárása után foglalkoztató iskola működött itt, de a 2010-es évek elején ez is megszűnt, azóta keresik az épület új funkcióját. Egy biztos falán mostantól tábla őrzi az egykori bíróság emlékét, felállítására az Országos Bírósági Hivatal pályázata adott lehetőséget, amelyet több éve hirdetnek meg azzal a céllal, hogy a szakma képviselői ápolhassák hagyományaikat és megemlékezhessenek jeles elődeikről. Nem először nyertünk már, korábban egy bíró elődünk történetét kutatta egy kollégánk, aki egyébként a bíró úrnak, néhai bíró úrnak az unokája volt. Ez most a második alkalom, hogy eredményesen pályáztunk. Ezt a pályázatot olyan épületek emlékének, megőrzésének szántuk, melyek korábban bíróságként működtek, azonban funkciójukat időközben, az elmúlt évtizedekben sajnos elvesztették. Mint a törvényszék elnöke hozzátette, vannak még a megyében olyan települések, ahol korábban bíróság működött, de ma már nem. A múlt héten Baktaló rendházán avattak hasonló emléktáblát, terveik szerint pedig Nagykállóban és Kemecsén is sor kerülhet erre a jövőben.